Tisztelt emlékező közönség, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket, Békésváros önkormányzata és a Békésvárosi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Kft. Nevében a Hősök és Áldozatok emléknapja alkalmából. Kérem Önöket, énekeljük el közösen a himnuszt! Kérem dr. Eziobu Anayu Augustus plébános urat, Molnár Máté lelki pásztor urat és Gyaraki László Zsolt gyülekezetvezető urat mondjanak áldást és imát az első és második világháborúban elesett hősök tiszteletére. Ments meg engem, Uram, az erők haláltal, nem a rettenetes napon minden bajtól, midőn az ég és föld meg fognak indulni, s eljössz a világot lángokban ítélni. Örök nyugodalmat adja Uram nekik, s örök világosság fényeskedjék nekik, hogy szent trónod körül udvarolhassanak, s téged boldogított örökké áldjanak. Áldás békességet kívánok, és szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, Pál apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Jézus Krisztus azt mondja a János evangéliumában, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Imádkozzunk! Irgalom Istene, mennyei atyánk, a te nagy jóságod szerint emlékezzél most azokról, akik szeretteik és családjuk a nemzet és szeretett hazánk szabadságáért, függetlenségéért hősiesen életüket áldozták, akik csatákban és harcterek borzalmaiban a jövendő nemzedékért, így miértünk is a vérünket ontották. Irgalmatba ajánljuk őket, magyar hőseinket. Kérve kérünk, Istenünk, hogy ismerd el mindegyiküket a magadénak. Ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel megbántottak téged. Bárhol is legyenek csontjaik, adj nekik helyet az te örök hajlékodban, és örventesztesd meg őket örök dicsőséged látásával. Bennünket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel oly sokszor megvédett hazát odaadóan tudjuk szeretni, és érte önfeláldozóan fáradozni, soha meg ne szűnjünk.
add, hogy magyar hőseink véréből és áldott emlékéből a minduntalan kötelességteljesítés, a hősies áldozatvállalás, a kegyes hit istenfélelme és az emberszeretet lelkülete áradjon. Add, hogy a mi hős magyar elődeink áldozata bennünket is lelkesítsen és buzdítson az igaz haza szeretetre. Amen. Kedves urak, a felolvasott ige arra emlékeztet bennünket, hogy vannak, akik igen barátaikért fáradoznak, hazájukért. Jézus Krisztus szava szerint nagyobb szeretete nincs annak, mint másnak, mint annak, aki életét adja barátaiért. Mai napon az Anyaszentegyházban a Minden Szentek napja van. Mindig, amikor a halottakról emlékezünk, pont ezen a napon, mint Szentek napján, bár hónapi napon másodikán van, vagy lesz a halottak napja, vagy bármikor a halottak napját, vagyis megemlékezését mai napon elővételezzük, hozzátesszük, hogy nem ma lenne alkalmas ez az ünnep, megemlékezés, de olyan települések, akár csak a Békés település, ahol mai napon ünnepeljük, vagyis emlékezünk róluk, akkor az sem véletlen. Mert a három egyház, azaz összekapcsolódik. Amit nevezik Szentek közössége. Az az első része, az a zarándokló. Az zarándoklóknak a közössége. Mi, akik itt vagyunk most, akik élünk. Ez a militáns zarándokló szenvedő, vagyis a menetelő zarándokló egyház. Utána van a második, ami szenvedők egyháza, hőseink. Sorsukról nem tudunk sok mindent. Hitünk szerint ők igen, áldozatot vállaltak, hősies életet éltek, a lelkész úr említette az imádságban, példát mutattak. Jézus nyomdokait követték, hogy megvédjék ezt az országot. És így akkor a vérüket feláld, vagyis áldoztak fel. E nemzetünk védelméért. Nem tudjuk, hogy mi van velük. Csak mi reményünk és hitünk szerint ők már ott vannak. És együtt ájtatoskodunk, hogy tényleg így legyen, úgy, ahogy mi gondoljuk, hiszünk. De van a harmadik egyház, a Szentek közössége, Szentek közösségéhez tartozva. A mai napon ünnepeltek, vagyis a Minden Szentek, akiket hát már az Úristen nem csak hogy meghaltak, de felvitt a mennyek országába. Hát, mint ahogy szoktunk, az ő neveiket viseljük itt. Vannak itt Máté, János, Pál, Mónika, Mária, és felsorolhatnám. A neveiket használjuk. A magyar szentek is tartoznak hozzájuk. És így még hozzá ezen hőseink, akik fáradoztak, hogy mi békesében éljünk, szabadságban boldoguljunk. Ő értük vagyunk itt most, és gondoljuk róluk, és mindig, mikor ilyen művet nézzük, tekintjük, akkor eszünkbe jutnak. És amikor azt megáldjuk, akkor nem pusztán a kőből épült emlékművet áldjuk meg, hanem inkább annak úgymond jelképében mindazokat az embereket, akik és akikért fel van állítva. Meg azokért is, akik életük fohászkodnak, akik életük, vagyis a nyomdokait követnek, vagyis mi mindannyiunk. És így áll össze a három egyház.
a három szentek közössége, a három közösség. És ezért mai napon, bár szentek napja van, de ők is azon szent életet éltek. Mert mit is tettek a szentek? Az, hogy míg vérük ontásáig, bár nem mindegyik, vállalták azt, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról. Ezt tették ezek a hőseink. Hogy vérük ontásáig védelmezik ezt az országot. És ezért mi tiszteljük őket, a fejünket, a kalapjainkat, de emeljük a mellettük is előttük. És ezért mi mindannyian imádkozunk mai napon. És kérik, hogy jó Isten, hát ha mi valami oknál fogva, mi nem jutottak az élet alkonyán, csekély ájtatoságaink, érdemeljék ki számukra az örök boldogságot. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, áld meg ezt az emlékművet, áld meg a jelenlévőket, áld meg mindannyiunkat, kik itt vagyunk, hogy róluk is értük, fohászkodjunk és gondoljuk reájuk. Áld meg ezt az országot, áld meg a békés városunkat, a Kárpát-medencét, áld meg magyarságot, békesség legyen. Az őseink, hőseink, akik fáradoztak azért, hogy békében éljünk, az ő szándékuk valósuljon meg még most is 2022-ben, mikor még a háború fenyeget egyes országunk egyes részeit. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Drága mennyei atyám, hálát adok neked, hogy magyar népünk több mint 1000 éves történelmében mindig voltak olyan honfitársaink, akik szembenézve az ellenséggel, szembenézve a háború borzalmaival, életüket áldozták hazájukért, vagy szűkebb környezetükért. Hálát adok azokért a név szerint ismert és névtelen hősökért, áldozatokért, akiknek életük sem volt drága azért, hogy kivívják a békét, függetlenségüket, szabadságukat. Hálát adok azokért a hősökért, áldozatokért, akik kötődnek ide városunkhoz, akiknek neve föl van írva erre az emlékműre, és azokért is, akik neve nincs fölírva. De te tudod, te ismered őket, hogy mit tettek, milyen áldozatot hoztak hazájukért, településükért, családjukért. Hálát adok, atyánk, azért, hogy most békében élhetünk. De látod, hogy a háború réme ismét közel jár hozzánk. Imádkozom azért, hogy vezetőink legyenek akár országunk, vagy városunk vezetői, munkálkodjanak a békén, és a tőled kapott bölcsességgel, hatalommal azért fáradozzanak, hogy ez a nép békében élhessen, szabadságban élhessen, így élhesse meg mindennapjait, embertársainkkal való közösséget. Imádkozom azért, hogy áldj meg így bennünket, hogy ki a maga területén, a rábízott feladatokban, becsülettel, tisztességgel, jól, és a következő generáció elé példaként állítva végezhesse dolgát, feladatait, hogy ez a nemzet legyen erős, emelkedjen fel, és éljen a te tetszésedre, békében, szeretetben. Kérlek Istenünk, hogy így árazd ránk a te gazdag áldásaidat. Imádkozunk ezért, és hisszük, hogy meghallgatod könyörgésünket, és velünk leszel ígéreted szerint, nem csak a jelenben, hanem a jövőben is, amíg tartod életünket, akaratodnak megfelelően. Kérjük, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg bennünket. Ámen. És most, kedves jelenlévők, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, Szent keresztet szíven hívja, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Hát a szentvek kezed lábad, átvett tested roskad vágyad, mezítelen téped mellett, ó, síratlak, ó, ölellek, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Felkérem Balogh Zoltán urat, az ügyrendi, lakásügyi és közrendvédelmi bizottság elnökét, hogy tartsa meg megemlékező beszédét. Tisztelt megemlékezők! November 1-e a középkor óta a halottak napja. A november az a hónap, amikor elérkeznek a nem szeretem napok. Nappalok rövidülnek, egyre több a köd, egyre nagyobb a sötétség. És a természet is átváltozik. A fák lombjukat vesztik, a termőföldek pihenni térnek. Ha azt mondom, hogy november, akkor mindenkinek az eső, a köd, a hideg jut eszébe. Nem véletlen, hogy már a középkori egyház ezt a hónapot választotta ki a halottakra, ahol a megemlékezésre. A felvilágosodás utáni Európában is megmaradt november 1-e és 2-a halottak napjának. Békés városa is úgy döntött, hogy november 1-én emlékezzünk meg az első és második világháborús halottainkról. Fontosnak tartjuk, hogy ne merüljön feledésbe az emlékük. A főtéren Békésváros közössége emelte az 1920-as években az első világháborús katona szobrát, aki éppen búcsúzik családjától, hogy csatába induljon. Sajnos az emlékmű falát nagyon sok nép borítja. Olyan békésiek neve, akik életüket adták a hazáért, a szabadságért. Néhány éve került sor az első világháborús emlékmű felújítására. Vele békességben jól megfér a második világháborús emlékmű, egy törött halang, valamint a bronztáblák. A békési hősi halottak és civil áldozatok nevével, akik egy második vérfürdőben vesztették életüket, itt már nem csak a katonákról van a szó, hanem olyan civilekről is, akiket elhurcoltak, vagy pedig a harcok során vesztették életüket. Önkormányzatunknak fontos a hősök és áldozatok emlékének megőrzése, köszönetet mondunk a városvédőknek, és hogy segítségünkre voltak az emlékművek felállításában, valamint azok karbantartásában. A magyar történelem tele van dicsőséges és vesztes csatákkal, háborúkkal. Sajnos az elmúlt évszázad történelme az oktatásban a vereségeket hangsúlyozzák. Nemzeti ünnepeink és gyásznapjaink is a vesztes forradalmakra, szabadságharcokra emlékeztetnek. Pedig a magyar történelem nagykönyvének vannak dicső lapja is. És nagyon örülök, hogy a mostani általános és középiskolai történelmi könyvekben ezekre is emlékeztetnek. Mert bizony a magyar katona vívott győztes csatákat is. Olyan haditetteket is végrehajtott, amelyekre büszkék lehetünk. A pozsonyi csata, Nagy Lajos hadjáratai, Mátyás király hódításai, a dicsőséges tavaszi hadjárat, mind-mind olyan történelmi események, amelyekre méltán lehet büszke az utókor. Az első világháború érdekes kérdéseket vet fel. Úgy vesztettünk háborút, hogy a frontok messze-messze húzódtak a magyar határoktól, az osztrák-magyar hadsereg legyőzte keleten az orosz és a román hadsereget, elfoglalta Romániát és Szerbiát, mélyen benyomult Olaszországba, számos hőstetre és egyéni csapatos sikerre emlékezhetünk. 2014 és 18 között, amikor a háború 100 éves évfordulóján komoly kutatások folytak, és ezeket a közvélemény is megismerhette,
míg a világon szinte mindenütt a győztesekről és a vesztesekről, a bűnösökről, az ártatlanokról, az agresszorokról és békés államokról szóltak, alig egy évben át tartó megemlékezések. Addig Magyarország 6 évet szánt arra, hogy foglalkozzunk a 20. század legjelentősebb eseménnyel, azzal az eseménnyel, amely meghatározta az egész 20. századot, és amelynek utóhatásai, következményei ma is itt vannak velünk. Minden erőfeszítésünk ellenére az első világháborút elvesztettük, és a monarchia felbomlott, a többit már ismerjük. A második világháborút is elvesztettük végül, de a magyar honvéd itt is helyt állt. A háború utáni kommunista történetírás minden katonánkat fasiszta háborús bűnösként festett le, de tudjuk, hogy ez nem így volt. A történelmet mindig a győztesek írják. És az is igaz, hogy bizonyos időnek el kell telni, hogy reálisan szemléljük a velünk történt eseményeket. Ma már nincsenek köztünk az első világháború katonái, a második világháborús veterán is ritka, mint a fehér holló. Köszönöm, hogy önök is fontosnak tartották, hogy emlékezzenek a magyar katonákra, a békési áldozataikra. Hőseink és áldozataink emlékét őrizzük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, hallgassák meg Gaburi Norbert, Szegedi Kis István Református Gimnázium 10B osztályos tanulójának szavalatát. Felkészítő tanár Zerenyászki Gabriella. Reményik Sándor, Glória. Mint keskeny fénysalló, a holdnegyed megáll most sok-sok temető felett. A névtelenség fette sírokat, simítva, fénybetűket írogat. Fényeleket egymástól egyaraszra, fejfára, fűre, zörrenő harasztra. Fényhimnuszt ír, akiknek nem jutott se nagy ezüst, se babér, se dalok. Kik dalolatlan pihennek a sírba, és nincs a keresztjükre mi sem írva. Mint keskeny fénysalló, a holdnegyed megáll most sok-sok temető felett. Engeszteli a sok-sok árva vért, ami kihullott, s nem tudta, miért. Engeszteli, akik mártéként háltak, s nem tudták, a halál mi mélyen altat. Akiknek nem volt soha semmiük, s kiknek reménye derékba törött. Mint keskeny fénysalló, a holdnegyed mereng a puszta temetők felett. Mint a tartozásként lerónia, s mi jó fej körül volna glória. Tisztelt megemlékezők! Békésváros önkormányzata, a városi intézmények, civil szervezetek képviselői az elesett hősök emlékére az önök nevében is elhelyezik a megemlékezés virágait, az első és a második világháborús emlékműnél. Békésváros önkormányzata nevében Kálmán Tibor polgármester úr, Polgár Zoltán alpolgármester úr és Balogh Zoltán az ügyrendi, lakásügyi és közrendvédelmi bizottság elnöke helyezi el a megemlékezés virágait. Kisvárosi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Non-Profit Kft. Nevében
Koszorút helyezel Vignéd Arányi Berta, igazgatóhelyettes, és Molnár Mária, szervező. Békési Református Egyházközség nevében koszorút helyezel Molnár Máté lelkipásztor és Gellén János főgondnok. Sándor óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium és egységes módszertani intézet nevében koszorút helyezel Váradiné Kis Krisztina gyógypedagógus és Szűcs Tünde gyógypedagógus. Ferenc Egyetem Technikum, Szakképzőiskola, Gimnázium és Kollégium nevében koszorút helyezel Sós Sándor, az intézmény pedagógusa és az intézmény diákjai. Hölgyeim és uraim, megemlékezésünk végén kérem önöket, énekeljük el a szózatot, majd gyújtsunk gyertyát az első és második világháborúban elesett hősök emlékére.
Köszönöm szépen!